Családunk egészsége a legfontosabb. Talán ennek a mondatnak a hallatán mindenki egyetért, de a legtöbben elsőre nem a mentális egészségre gondolnak, pedig éppen olyan fontos, mint a fizikai a szakemberek szerint. Ennek az érdekében szervezett előadást a RÉV szenvedélybetegség segítő ambulancia az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központban, ahová a témában dolgozó szakembereket hívták. Szenvedélybeteg ellátással foglalkozunk. Az azt jelenti, hogy ha megjelenik a családban egy függő, akár alkoholfüggőségről, vagy kábítószer, játék, gyógyszerfüggőségről van szó, akkor az az egész családot érintő probléma. És mindig figyelünk arra, hogy a teljes családdal foglalkozzunk. Ezért nagyon lényeges, hogy a családterápiás rendszer szemlélet az egy ilyen alap ebben a folyamatban, hogy mindenkivel foglalkozunk. Behívjuk a párt, behívjuk a gyermekeket, és együtt dolgozunk, amíg helyreáll a családi rend. Farnas István hozzátette, ennek a folyamatnak a megfelelő működéséhez elengedhetetlenek a szakemberek, és reméli, hogy a szerdai jelenlévők tudtak fejleszteni a készségeiken. A program két részből állt. Az első részletben Klesic Angéla képzésben lévő pár és családterapeuta tartott esetbemutatást, majd Komlósi Piroska szupervízor tett fel kérdéseket a publikumnak. Egyszerre olyan sok problémát él meg egy család, és annyiféle feladattal kell megküzdeniük, hogy amikor segítséget kérnek, általában egy problémát tudnak megnevezni. És ha a szakemberek az induláskor gyorsan és jobban átlátják a többfajta feladatot, többfajta problémát, és valahol egy lényegibb szinten tudnak segítséget nyújtani, az nagyon megnöveli a hatékonyságukat. Az esemény csoportos megbeszéléssel zárult, melyet végül a szupervízor értékelt.